A Tudásnak teszek panasz címmel tartott előadást Kellermeyer Miklós. A professzor könyvtrilógiáját mutatta be az érdeklődőknek. A kötetek borítóján az oltári szentség, az utolsó vacsora képe, valamint Krisztus látható a kereszten. A tanár úr szerint Magyarországon biztos nem született még ilyen mű, de talán a világon sem, hiszen egyben tudományos, egyben vallási alkotásról van szó. Mert milyen alapon tudományos mű, ha az oltári szentség van középen, és Krisztus a tengelyben. Hát olyan alapon, hogyha az, amit mondunk, hogy a tudomány az az igazság képviselete, akkor annak arányában tudományosabb valami, minél igazságosabb. Tehát az igazságosság mértéke szerint hasonló mű azért nem született, mert itt egy különleges élmény fogalmazódik meg, amelyet úgy élek meg életemben, mint tudományos felfedezést, és ezt akarom veletek megosztani. Azért akarom megosztani, mert a tudomány fő árama már a múlt században, 1850-től komoly zavart okozott az egész emberiségnek. Valamikor egy kezdet volt, akár ősrobbanásról, akár teremtésről beszélünk. A professzor arról beszélt, hogy a létezésnek négy titka van, ezek közül az egyik éppen mi emberek vagyunk. 30 éve tudott, és az igazságkönyvnek ez a fő része, hogy volt első emberpár. Tehát a testünk is titok. Képzeljétek el! A mitokondriális DNS vizsgálata elvitt az első nőhöz, és ezt a Nature-be közölték le 32 évvel ezelőtt, vagy 33 évvel ezelőtt. És azóta sem, nem úgy megcáfolni, nem tudják, csak megerősíteni. Sőt, egy ideig a Y-kromoszómának is van egy ilyen úgynevezett nem átíró szakasza, amelyiken a pontmutációk valószínűségéből visszakövetkeztetünk, hogy volt első férfi is. Tehát volt első emberpár, de csak 150 ezer éve. Tehát ez az élőlény, akik mi vagyunk, az csak 150 ezer éve van. Tehát az, aki hangot tud kiadni, hangot tud apercipiálni, és a hangok alapját elnevezni tud. Nem véletlen a Bibliában, hogy elé vitte a dolgokat, és azt lett a nevük, amit adtak neki. Na de ez az ember... Képzeljétek el, amikor találkoztam azzal, hogy több mint 6000 nyelv, 6000 név született ilyen rövid idő alatt. Hát az mi volt a mozgató? Kiderül, hogy a bálványisten. Kellermeyer Miklós szerint ezeknek a népeknek mind megvoltak a bálványisten rendszerük is. Innen eredeztethető a tudomány kialakulása. A tudományvilága és az kinyilatkoztatott igazságok világ. Tehát az elején elfelejtettem mondani, hogy ennek a három könyvnek a fő tenge az, hogy két igazságvilág van, és ezt nem távolhatja senki. A feltárt igazságok világa, ezt hívjuk tudományvilágának, itt vigyázni kell, hogy becsempészet elméletet ne kezdjünk igazságnak hirdetni, hanem igenis a mérésekkel, kísérletekkel, modellezésekkel, matematikai kifejezésekkel feltárt törvényszerűséget tegyük be ebbe az igazságtárba, ez a feltárt igazságok világa, ez elvisz bennünket az egyszeri kezdethez. És a másik igazságtár, az a szavakban kínálható igazságtár. És ezen az egyszeri kezdetnél csak itt van a találkozó. Mindezen elmélkedésekről, tudományos és vallási intelmekről a professzor könyveiben is olvashatnak az érdeklődők. Ezeket is bemutatta a tanár úr. A trilógia címe Az élet, az igazság és az út.